Isten ügyecskáim, ez a Kóstos Zsidónak a harmadik része, de viszont mielőtt belekezdenénk a videóba, megmutatnám, amit a Back to School videómban mondtam, hogy ha megjön a táskám, akkor megmutatom. Ő lenne a gyönyörűség háti táska, viszont ez a kis angolzászló, ez nem volt rajta a kép, szóval ezt így rácsempészték. Boldogítsanak vele! De nem baj! Nagyon jól néz ki, sok zseb van benne, de kezdjük is el a Kóstos videót, szóval menjünk is. Első dolog, amivel fogok kezdeni, aki nézte az előző Kóstos videómat, abban láthatta, hogy ilyet kóstoltam meg a videóban. Ez a nagyon finom, viszont ez egy másik fél, ez is ilyen datojás valami, én mindig nem tudom mi a neve. Kíváncsi leszek, hogy ez milyen. Hogy ez görög dinnye ízesítésű, igazából márkának. Folytassuk is a következővel, amihez hoztam igazából a kadarnak kavargatása. Ez pedig egy ilyen dobott zacskós méz. Igazából én még életemben nem nagyon ettem mézet, de én úgy hiszem, hogy nem szeretem. Szóval ez nagyon jó. Ez a kis zacsis méz fogok megcsinálni. Nem egy kanállal, hanem egy pitivel. Utolsó, ami nagyon viccesnek találtam, a kakas nyelóka, igazából én nem ettem ilyet olyan, de nem mindenki van ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, valami sorokba, és írjátok meg kommentben, hogy miket kóstoljak meg, és hogy kivel esetleg, addig is, röviben találkozunk, sziasztok!